A Dabasi önkormányzat által küldött két megbízott személy arcképes igazolványjal rendelkezik, amit kérésre kötelesek megmutatni. A közfoglalkoztatott segítők feladata, hogy személyesen tájékozódjanak a településen élő időskorúak fűtési, élelmezési, egészségügyi állapotáról. Amennyiben azonnali segítségnyújtásra van szükség, az önkormányzat megbízottai haladéktalanul tájékoztatják a polgármesteri hivatal és a családsegítő illetékes munkatársát, akik megteszik a szükséges intézkedéseket. Kérik a tisztelt időskorú lakosságot, hogy 5-10 perc erejéig válaszoljanak az önkormányzat által megbízott fiataloknak. Kérjék el az adatgyűjtők igazolását és személyi igazolványát, mielőtt kérdéseikre felelnének. Nem szükséges lakásukba behívni a közfoglalkoztatott személyeket, a kapuban is megadják a szükséges tájékoztatást. A két fő foglalkoztatott neve Maris Judit, aki a Gyóni és a Dabasi város részben keresi fel az idős embereket, a másik személy pedig Bálint Dániel, aki szintén a Dabasi város részben, valamint Sáriban méri fel az igényeket. Kérik, hogy más személyt ne engedjenek be lakásukba, még akkor se, ha a hivatalra hivatkoznak. Az adatszolgáltatás nem kötelező, azonban azt a célt szolgálja, hogy feltérképezzék a város időskorú lakóinak napi gondjait, ezért kérik az önök érdekében válaszoljanak a feltett kérdésekre.